Sziasztok! Üdvözlünk 2012-ben, egy új év kezdődött el, és hát ez az első RVTV adás. És ígérjük azt, hogy azért utóbbi időben elhanyagoltuk ezt az RVTV-t, de most biztosan, hogy többet fogunk majd jelentkezni. Február 3-án ismét Budapesten vagyunk, méghozzá Klub 202-ben, és rohadtul örülünk neki, hogy mégis egy kicsit kizökkent bennünket Budapest majd a téli álomból. Hát reméljük, hogy ti is úgy lesztek majd vele, hogy elég sokan ott lesztek, és egy rohadt jó bulit fogunk tudni majd csinálni. Ez akkor lesz csak jó, hogy te is ott leszel, már nagyon hiányzik a közönségünk, és nagyon hiányzik az, hogy játszassunk, és sok olyan dalt fogunk játszani, amit például vagy egyáltalán nem játszottunk koncerten, vagy pedig már nagyon-nagyon több évvel ezelőtt. Hogy ilyen aktualitásokról is beszéljünk nagy hirtelen, márciusban indul ugye a tavaszi turnénk, méghozzá egy elég különleges turné lesz ez. Mert nem sokára megláthatjátok majd a Facebook oldalunkon, meg természetesen a hivatalos Rómeó Basic oldalon is. A Leanderrel álltunk össze, mint jó két cimbora, és egy iszonyatos, jó kis Magyarországot bejáró alkoholtúrán fogunk részt venni. Tehát gőzerővel folynak a próbák. De sírj a nyár, a te rossz fiadét. Nem sokat ér. Az éjszakát csak egy nőni a csavarba állt, hogy senki se vezetse meg a szíve fájdalmát. Ne sírjál! Áprilisban is lesz egy-két meglepetés, méghozzá az, hogy közösen a Wisdommal fogunk a színpadra állni egy-két olyan városban, ahol ritkán játszunk, vagy pedig nem is nagyon játszottunk még, gondolok itt például Gyöngyösre, és vissza fogunk térni Debrecenbe áprilisban mindenképpen. Amint láthattátok, Ermi, Vitus, itt van mindenki, az egész csapat. A lényeg a lényeg, hogy február 3-án igazi örömzenélést szeretnénk majd a Budapesten a Klub 202-ben. Például lesz egy igen meglepetés vendégünk, méghozzá ezt most elárulom nektek, Titus, aki Szancsónak úgymond a dobtechnikusa, de hát el kell mondani, hogy a Dustin Monsternak a dobosa és egy Budapestnek szerintem egy színfoltja. Tehát ott lesz velünk, és Iron Maiden 3 gitárossal játszik, most kipróbáljuk azt, hogy pár dal erejéig a Rómeó Basic 2 dobossal fog játszani. Nagy csimbum lesz belőle, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy ott legyen február 3-án Budapesten a Klub 202-ben. Ne nézzél, te semmi, akkor gyere, 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 gy